mindig vonzott az a titok, ami magát az eukarisztiát, az oltári szentséget körbeleng, és meg akartam fejteni, és a részese akartam lenni, és az én kis ártatlan gyermekfejemmel próbáltam megérteni, hogy mi az a misztikum, amit takar. Egyet jelentett a nagyapám mosolyával, azzal a nyugalommal, azzal a puha csönddel, ami körbelengett engem ott a templomban. Édesapám énekével, azzal a mindent betöltő nyugalommal és jó érzéssel, aminek én a részese lehettem. Amikor egy kis vajdasági faluból egy egyszerű délvidéki lányként fölkerültem Budapestre, elkezdtem őrlődni, hogy vajon színészként vagy a színházban lesz-e olyan közeg, ahol én megélhetem a hitemet, és nem volt kérdés számomra, hogy ezt bátran vállalom, nem rejtem véka alá, hogy hívő színész vagyok, keresztény színész vagyok, és azt kell mondanom, hogy megtaláltam azokat az alkotótársakat, akikkel közös nyelvet beszélek, és megtaláltam azt a férfit, a férjemet, aki előtt sem a színészi létezésemet, sem a hitemet nem kell magyaráznom. Magyarnak lenni, kereszténynek lenni, a hitünket és nemzeti identitásunkat megélni a maga teljességében, az egy óriási kiváltság, óriási kincs, és ugyanakkor valami nagynak a része lenni, a mindenségnek a része lenni, ez egy felemelő és leírhatatlan érzés, és úgy gondolom, hogy aki eljön erre a kongresszusra, az megtapasztalhatja azt, hogy milyen jó érzés kereszténynek lenni, milyen jó érzés Istenből töltekezni, mert ez egy olyan végtelen, kimeríthetetlen edény, amihez mindannyian oda járulhatunk, és amiből töltekezhetünk.